Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizut látják. Ilyet a jogszabályok, rendeletek mentén és azon túl. A mai vendégeim olyan hivatali dolgozók, akiknek nagyon fontos a munkájuk a város életében, és szeretném, hogyha nézőink egy kicsit jobban megismernék őket. Ennek a műsornak nem titkolt célja az, hogy azoknak a személyeknek, akikkel mondjuk kicsit többet találkozunk így a híradásaink kapcsán, jobb és másik oldalát is meg tudják nézni, illetve meg tudják ismerni, kedves nézőink. Úgyhogy a mai műsorba elhívtam Bóka Viktor főjegyző urat. Szeretettel köszöntelek. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Itt van velünk Kincses Zsolt Dávid, a hatósági főosztályvezető, illetve majd még egy pár ilyen titulusod van, szerintem ezt majd még helyesbítjük. Köszönöm. És itt van a szervezési iroda vezetője is, Samu Miklós, egykori kollégán, köszöntelek. Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm a kedves televízió nézőket. Nagyon örülök, hogy sikerült ezt a beszélgetést összehoznunk, mert tényleg, ahogy mi titeket látunk és titeket ismerünk, abból azt látjuk, hogy nagyon sokféle feladatotok van, nagyon komoly munkátok van, de azért azt azért majd látni fogjuk szerintem, hogy van emberi oldalatok is, illetve hát mindenkinek megvan a saját maga kis hobbija, saját maga érdeklődése, beszélgessünk majd ezekről is. Egy picit kezdjük talán azzal az egész beszélgetést, hogy elmeséljük azt, hogy jelenleg ti mivel foglalkoztok, mit jelent az, amit ti csináltok. Például a jegyző. Lehet, hogy én tudom, mit jelent az, hogy jegyző, de lehet, hogy sokan nem látnak bele abba a sokrétű munkába, amit te csinálsz. Főleg, hogy főjegyző lettél most már. Igen, elég összetett, és folyamatosan változik. Ez inkább a legnagyobb jellemzője. Ugye a jegyző alapból a képviselőtestület munkaszervezetét, a polgármesteri hivatalt vezeti. Ez lenne a sommás megfogalmazás. Viszonylag régóta, 1990 óta már ezért a jegyző része az önkormányzati rendszernek, előtte a VB titkár volt, és egy hatósági profilú feladatot látott el, tehát a gyámhivatal, az okmányiroda, az építéshatósági iroda, és mi sorolhatnánk azokat a hatósági területeket, anyakönyv, hagyaték, amelyik a jegyző hatáskörébe tartozott. Viszont 2013-ban történt egy nagyon komoly változás, amikor létrehozták a járási kormányhivatalokat, és a magyar állam úgy döntött, a kormány úgy döntött, hogy a hatósági profilú feladatokat áthelyezi állami kézbe, és az önkormányzat jegyzőjénél más feladatok vannak, maradnak csak. És ez egy nagyon izgalmas élethelyzetet idézett elő, hiszen én ott álltam 320 hatósági profilú emberrel, és nekem egyszer csak 2013. január 1-től beruházás előkészítéssel, közbeszerzéssel, műszaki ellenőrzéssel, magas, mély és útépítéssel, tervezésekkel foglalkoznom, úgy, hogy a kollégáim zöme nem erre szerződött, én magam sem erre szerződtem, tehát a végzettségem jogász, világegyetemben közigazgatási szakember voltam, 2002 óta csak ezt csinálom, és 2013-ban a jogalkotó úgy döntött, hogy én most a műszaki dolgokhoz fogok érteni attól a naptól kezdve, és egy nagyon izgalmas váltás volt, ami utólag 10 év távlatából bejött, és én örülök neki, hogy így alakult. Egy nagyon izgalmas jogterületet ismertem meg, és sokkal inkább teremtőbb lett a munkaköröm. Nem egy gépies, hatósági, adminisztratív munkát végzek, hanem a város képének alakulását rajta hagyjuk a kollégáimmal a kéznyomunkat, lábnyomunkat. Ez sokkal-sokkal izgalmasabb, sokkal-sokkal inspiráló feladat, de tény is való, hogy azért voltak izgalmas és érdekes pillanatok ezelőtt 10 évvel, amikor ez a váltás megtörtént. De még egyszer a kérdésedre a válasz, természetesen a választott képviselőket segíti a polgármester hivatal, ez egy munkaszervezet, mi ugyanúgy a polgármesternek, vagy a kormánypárti, vagy az ellenzéki képviselőnek is a munkáját kell, hogy segítsük, akik a döntéseket meghozzák a városba, ezeket a döntéseket mi előkészítjük, és miután a szavazás megtörtént róla a testületbe, az maradéktalanul végrehajtjuk. Annyi, hogy ezeknek a döntéseknek a profilja azért alapos változáson ment át az elmúlt 10 évben. Kellett ehhez egyébként, nyilván kellett ehhez sok mindent tanulni is menet közben. Igen, hát nem volt idő beiratkozni különböző tanfolyamokra és átképezni magunkat, tehát nyilván menet közben ragadt az emberre. Én is már másképpen tudok ott lenni egy kooperáción és műszaki kérdésekről, rétegrendről, körítő falakról és egyéb dolgokról beszélgetni, mint 10 évvel ezelőtt. Tehát ez egy kényszerpálya volt, de még egyszer mondom, így utólag én örülök, hogy így alakult, akkor duzzogtam, akkor nem örültem, mert volt valami, amiben nagyon jó voltam, amiben egész életemben csináltam, egész életemben készültem, és ezt csak elvették tőlem, és azt mondták, hogy mától te pedig ezzel foglalkozzál, tehát nem volt egy kellemes élethelyzet, de egy utólag azt gondolom, hogy köszönöm a jó sorsnak, hogy így alakult, mert sokkal sokoldalúbb emberré váltam ezáltal. Kicsit majd beszélünk azért a napi munkáról is, de Zsolt, hát legutoljára, amikor vele találkoztunk, akkor nagy
Iránban készültünk a választásokra, nagyon sokat interjúztunk akkor, és hát ugye a választás napján is ugye ez az egyik terület, amit te most feladatul kaptál. De ezen kívül hát nagyon sokféle feladatod van. Egy picit mesélj arról, hogy te milyen munkát végzel a hivatalban. Azt látjuk, hogy mindig nagyon nagy a pörgés ott a házatáján. Igen, köszönöm. Valóban nagyon nagy a pörgés a házunk táján, de az a pörgés, amit főjegyzőre elmond, egyre kisebbé vált azzal, hogy főjegyzőre által elmondott hatáskör telepítési megoldások inkább a járási hivatalt érintették pozitívan. Ezért a kollégáink száma abban az időszakban ugye felére csökkent. Az a hatósági főosztályvezetés, amit főjegyző úrtól 2012. július 1-től megkaptam, az abban a felállásban és abban a szervezetben viszonylag tiszta virág életű volt, mert 12. július 1 és 13. január 1 között viszonylag kis idő telt el, amikor a teljes hatósági terület még ugye edzői hatáskörben volt. Mára már egy picit specializálódott, átalakult, szűkült a terület, ezért ugye a választási igazgatási feladatok, ami teljesen véletlenszerűen csöppentem be a helyi választási iroda helyettes vezetőjének megbetegedése okán. Igen, ez még pörgősebbé tette az életünket, nem volt egyszerű. Hogy főjegyző úr elmondta, hogy ő egy teljesen más típusú feladatot kellett, hogy megtanuljon ezért az alatt, nekem ez a választással ugyanígy volt. Tehát korábban én bizonyos területeken dolgoztam már a választási igazgatásban, de választási irodahelyettes vezetőjeként még nem. Ezért kapcsolatokat építeni, kollégákkal a megfelelő munkafolyamatokat megbeszélni, megszervezni és a saját képünkre formálni a választási tevékenységet, ez egy óriási kihívás és óriási feladat volt. És ezen kívül egyébként még milyen területek az, amelyek alá tartoznak? Jelen pillanatban ugye az ilyen szerelmes területem, ezt viszont sokan tudják, ez a gyámügyi igazgatás területe. A gyámügyi igazgatás is arra sorsra jutott, amelyre jutott egyébként az okmányhatóság, illetve jutott egyes környezetvédelmi ágazati feladat, vagy 2012. április 15-én a szabálysértés. Így ugye nálunk a felnőtt és gyermekvédelmi terület már kifejezetten egy ilyen település fókuszú ellátásorientált területté vált. Tehát abban van szabad kezünk, hogy azokat az ellátási intézkedéseket, amelyek a felnőtt és gyermekvédelmet érintik, azokat a rendeleti formában a közgyűlés megalkossa. Igen, Zsolt egy kicsit a nem szeretem ügyek főosztály, ami úgy szoktuk hívni. Tehát a Zsoltnál landolnak azok az ügyek, amik a leginkább egy hatósági közegben a nem szeretem ügyek. Hangos a kocsma, Zsolthoz megy, mint üzletek nyitva tartásai felelős hatóság. Valaki sajnálatos módon elhúny, Zsolthoz megy, mint hagyatéki hatóság. Szomszéd vita van, és nem férnek össze egymással a szomszédok, a Zsolthoz megy, mint birtokvédelmi hatóság. A társasházban van valami társasházi közgyűléssel kapcsolatos vita, a közös költsége, stb. A Zsolt nálandul, mint a társasági ügy. Tehát a nem szeretem ügyek főosztály, úgyhogy nekem a Zsolt nagyon fontos emberem, én nagyon hálás vagyok neki, hogy minden ilyet rá tudok lőcsölni. Tény és való, hogy az biztos egy hivatali működésben ez a leghátlanabb terület, de természetesen a városlakóknak a legfontosabb, hiszen őnekik a saját ügyük a legfontosabb, nekik az a fontos, hogy a kocsma hangos, hogy nincs levágva a parlagfű, hogy a felső szomszéd leáztatja őket, de tény és való, hogy ügyintézői szempontból ez a leghálátlanabb, és ez mind Zsoltában. Hát akkor nem lehet egyszerű feladat. Nem egyszerű, nem hálátlan, de lehet szeretni. Igen. Azt nem tudom, hogyan, de... Igen, de... Miki, majd egy picit beszélünk arról, hogy azért te innen indultál tőlünk itt Székesfehérváron, ha jól tudom. Egy picit később majd erre térjünk rá vissza, de most szervezési iroda. Régebben közművelődési iroda volt, ha jól tudom, most itt ez is egy kis átalakuláson ment keresztül. Így igaz, mondhatjuk nyugodtan, ugye az előbb elhangzott, hogy Zsolt a nem szeretem ügyek osztálya, hát gyakorlatilag a mi irodánk lassan elnevezhetné magát a legtöbbet névváltoztatáson átesett iroda címen. Ugye történtek, most nem szeretném ezzel a kedves televízió nézőket untatni, de nyilván az elmúlt években történtek olyan szervezeti átalakítások, amelyek jogossá tették ezt a lépést, de így tömbösítve, hogyha meg akarjuk fogni, hogy ez a szervezési iroda, ez mit is takar. Tehát alapvetően mi az összes olyan önkormányzati programot, eseményt, ünnepséget koordináljuk, amely a város életéhez szervesen hozzátartozik. Mindig ezt szoktuk mondani, hogy mi nem szoktunk, és nyilván nem is tisztünk különbséget tenni a két fős polgármesteri fogadáson, vagy mondjuk adott esetben az ünnepi közgyűlés megszervezésében. Tehát a mi feladatunk az, hogy az összes olyan programot, az összes olyan eseményt,
ahogy említettem, legyen szó két főről, vagy legyen szó akár egy 400 fős Fehérvár köszönti katonait nevű ünnepségről, amelyet mi szervezünk, azt maradéktalanul tudásunk legjobbát adva teljesítsük, és természetesen ebben még számos olyan alfeladat is beletartozik, amelyet egyébként így elvégez az iroda. Ehhez hányan vagytok? Ehhez jelen pillanatban számszaki pontossággal magamat is beleértve öten vagyunk benne ebben a csapatban, úgyhogy öten próbálunk így megfelelni azoknak a kihívásoknak, amelyekkel találkozunk így úton útfélen. Néha látni azért téged is, hogy hasonlóan hozzám mondjuk egy-egy városi eseményen konferálunk, te is azért oda szoktál állni. Igen. Majd később ugye erre vissza fogunk térni, de alapvetően réges-régen egy messzi galaxisban én megvoltam azért őrülve, hogy így mondjam, hogy sportkommentátor szeretnék lenni, és ezért is áll hozzám közel az, hogy sok esetben én magam, tehát a szervezés mellett én narálom le. De van ebben egy taktika is egyébként az én részemről, mert hogy te is tudod pontosan, hiszen hát nyilván nem titok, számtalanszor dolgozunk együtt közösen, amikor városi eseményen vagyunk ugye együtt, legutóbb ugye a kiállítás megnyitása kapcsán, de hogy akkor benne van egy izgalom az emberben, ugye műsorvezetőként, tehát hogy ott köszönteni kell vendégeket, hogy biztos, hogy megérkezette mindenki, és sokszor én magam, tehát taktikai szempontból azt érzem, hogyha egy kézben tartom ezeket a dolgokat bizonyos eseményeken, akkor én nyugodtabb vagyok. Tehát nagyon sok dologra kell odafigyelni események közben. Közben majd egy történetet későbbiekben erről el is mesélek, de a szerelem mellett nyilván ennek van egy megfontolt része is, hogy ezt miért így csinálom. Ez most nekem így nehezebbnek tűnik egyébként, tehát mert amikor én látlak téged egy-egy rendezvényen, és látom, hogy hányfele futkosol, tényleg, hogy mindenki megérkezette, minden a helyén van-e, és akkor még közben elképzelem, hogy odaállsz, és akkor amikor rendben van minden, még akkor levezényeled az egészet, azért ez sem kis feladat. Igen, hát hogyha itt megszabad osztani azt a történetet, amit el szerettem volna mesélni, Zsolt, illetve főjegyző úr biztos, hogy emlékszik rá, amikor 2019. októberében megalakult ugye az újonnan megválasztott közgyűlés, és ott ugye közvetlen felettese Móricz Zsuzsanne, a igazgatóasszony ugye kérdezte, hogy akkor mi, hogy lesz, stb. Hiszen ugye ott akkor a kórus a karzatról énekelt, de közben ugye az asztalt bekészíteni az aláíráshoz, és még a műsort fölkonferálni, és így próbáltam igazgatóasszonyomnak elmagyarázni, hogy itt minden rendben lesz, stb. És így először nem akarta megérteni, de hogy te fönt vagy a karzaton, de közben vissza fogsz jönni, narálni, és mondta, hogy nem is akarja tudni, oldjam meg, de enyém a felelősség. Szerencsére lement rendben. Megoldottad. És hát ugye szerintem a legtöbb rendezvényen én azt gondolom, hogy hiba nincs, vagy legalábbis mi nézők, illetve akik ezt így látják, nem nagyon veszik észre, hogy bármi lenne. Pedig hát nyilván sok ilyen hiba lehetőség van. Én alapvetően optimista vagyok és pozitív szemléletű, de szerintem részemről az lenne a hiba, hogyha azt gondolnám egy esemény kapcsán, hogy nem volt hiba. Tehát igen, bennem is megvan egyfajta egy fellélegzés egy esemény után, hogy lement rendben, de mindig keresni kell szerintem azokat a pontokat, amit lehetett volna egy picit jobban csinálni. Szerintem én ahhoz még szemtelenül fiatal vagyok, hogy azt mondjam, hogy kimerjem jelenteni a magam nem egészen 32 évével, hogy ez lement rendben, és akkor hát ez innentől kezdve már csak hátradőlni kell, mert az veszélyt jelent. Tehát abban a pillanatban, amikor az ember egy picit hátradől, az én életutam szerintem olyan volt, hogy amikor azt éreztem, hogy hátra lehet dőlni, akkor azért általában jött a jobb horog, úgyhogy jobb szerintem így mindig ébernek lenni. Picit az életutakról majd fogunk egy kicsit később beszélni, de hogyha rátérünk erre a fontos kérdésre, hogy nálatok Mizu egyébként, most így elmondtátok, hogy mivel foglalkoztok, de egyébként ma, most 2022 májusában, hogy érzitek magatokat, mi az, amit elmondhattok? Hát köszönöm a kérdést, ugye azt tudni kell rólam, hogy nekem a nagy szívügyem az amerikai futball, nem csak Székesfehérváron, az egész országban is, és Amerikában is minden létező ilyen sportot megnézek a családom legnagyobb örömére. És múlt héten történt egy olyan történelmi szenzációnak nevezhető esemény, hogy Hamburgban voltam hivatalos, ugye a Fehérvár Antoners amerikai futballcsapata a European League of Football, az Európai Szuperligába felvételt nyert, ami körülbelül azt jelenti, hogy a csapat és a létesítmény képességeihez képest 3-4 lépcsőfokot átugrottunk, és kerültünk meghívásra ebbe a szuperligába. Azoknak a nézőknek, akik az amerikai futballhoz nem, de mondjuk a labdarúgáshoz értenek, ezt úgy tudnám érzékeltetni, hogy labdarúgásban is egy ilyen szuperliga létrejött célkitűzés volt, a Real Madrid, a Juventus-szal, Chelsea-vel, Manchester United-del, Barcelonával, stb. És az UEFA ugye ezt megvétózta.
Na, ez amerikai futballban létrejött Európában 2020-ban, és 2023-ban a Fehérvár ennek részese lehet. Tehát nincs olyan sportág Magyarországon, ahol ilyen magas szinten játszhatnának a csapatsportág, a tűzoljátékosok. Ebben nagyon sok ember, nagyon sok munkája van. Nekem a Fehérvár Entrepreneurs most már szinte minden nap 3-4 órámat veszi el most is, és úgy tudtunk eljutni erre a szintre. Hát még hogyha ide bekerülünk, és 23-ban ez elindul, akkor még többet fog elvenni. Egy kicsit a saját gyerekemnek érzem az elmúlt 5-6 évben történteket a klubnál, és ez egy akkora korona volt a tetején ennek az elmúlt 5 évnek, ami nagyon nagy lökést adott az életemnek, tehát talán ez volt a legfontosabb. Az elmúlt egy hétben visszagondolok, nem döntök másra gondolni, mint erre a hamburgi napra, amikor ott leültünk, és lement Fehérvárról egy városmarketing videó, és egyszer csak megjelent ott, hogy Fehérvár Entrepreneurs és Welcome in the League, tehát ez mondjuk fantasztikus volt. Egyébként van két kislányom, egy 10 hónapos és egy 3,5 éves, úgyhogy ennek megfelelően a világon semmilyen nincsen időm ezen kívül. Elvizem a munkámat, hazamegyek, az egyik gyereket megnyerem arra a délutára, és akkor utána a kedves édesanyjával felváltva próbáljuk őket logisztikázni nagyjából este 10-ig, majd az ágyba ájulunk, mint bármelyik normális szülő, akinek ilyen korú gyerekei vannak. Úgyhogy nagyjából nálam a mai napon ez az újság. Zsolt, nálad? Hát nálam jelen pillanatban az a helyzet, hogy talán több időm lesz a pihenésre. Ugye én azt gondolom, hogy eredményesen ezt a közös eljárásban lebonyolított választást sikerült lebonyolítani a szervezetünknek. Most ugye én szombaton vizsgáztatni fogok az egyetemen, illetőleg neki kell állnom, oppolálnom szakdolgozatokat, illetőleg a saját szakdolgozóim szakdolgozatát kell véleményeznem, tehát ez a feladat áll előttem. Most a kodolányiról beszélünk. Igen. Én ott óraadó oktató vagyok. Amennyi időt tudok rászállni nyilvánvalóan, ez fél évente kb. 2 oktatott, főként szociális jellegű tantárgyat jelent, és most ennek a záróvizsgáztatása, a szakdolgozati opponálása, illetőleg véleményezése van előttem. Ami még talán fontos lehet, hogy az Iskolai Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, amelynek felügyelőbizottsági tagja vagyok, most ennek a szolgáltatás fejlesztési irányát próbáljuk meghatározni. Tehát az elkövetkezendő jó pár hónap feladata lesz, hogy megtaláljuk a megfelelő vezetését a szervezetnek, megtaláljuk a megfelelő felügyelőbizottságát, illetve megtaláljuk a megfelelő irányt és koncepciót, illetve stratégiát a jövőbeli működés tekintetében. És hogyha nem csak munkáról van szó, azért lesz lazítás mondjuk itt a nyáron? Igen, most főjegyző úr éppen 5 nap fizetett szabadságot engedélyezett, ami azzal fog telni, hogy a szüleim elmennek pihenni, és én a helyükbe lépve az állatok őrzésével fog foglalkozni. Igen, tehát a falusi környezetbe fogok elvonulni. Miki, nálad, Mizu? Hát én sem unatkozom. Ugye most mondhatjuk, hogy egy pandémiával terhelt elmúlt másfél-két év után, mintha megnyomtuk volna a számítógépen az újraindítás hirtelen gombját. Azt tapasztalom én magam is, hogy gyakorlatilag szinte mindenki mindent be akar pótolni. Ebből következően nyilván a rendezvények és az események száma is megnövekedett. Teszem hozzá rögtön egyébként szerencsére, mert ez így volt egyébként, én azt gondolom, normális egészen 2017 kezdve, amikor átvettem az iroda vezetését egészen 2020. február végéig. Tehát rengeteg eseményt szervezünk újra kollégáimmal közösen, de nyugodtan mondhatom azt, hogy azért sok emberrel dolgoztam együtt az irodán, de most arra alakult ki egy olyan szellemiségű csapat, akikkel tényleg igazi jó környezetben és jó hangulatban lehet dolgozni. Tehát itt sikerorientált emberekről beszélünk, akik megértik azonnal, hogy adott feladatot miért kell most elvégezni, miért kell időben nekiállni egy adott esemény szervezésének, vagy amiről az előbb beszéltem, hogy lehet, hogy azt gondolhatnánk közösen, hogy jó volt, de azért az észszerű kritika mentén haladva mindig javítani kell bizonyos dolgokon. És hát gyakorlatilag ezek határozzák így meg mondjuk úgy azokat a szürke hétköznapokat, ami a munkával telik. Aztán utána jön egy szerencsére másik pontja az életemnek, ugye amit a feleségemmel és a másfél éves kisfiammal, ugye, tehát közösen Edinával, illetve Palkóval tölthetek el, úgyhogy hát az meg igazi felüdülés, úgyhogy azok a pillanatok, amiket a családdal töltök, az minden fáradtságért gyakorlatilag kárpótol. És most azért húzós időszak következik nektek, mert ugye most jön egy csomó
városi rendezvény itt a nyáron. Igen, viszont ezt nyugodtan mondhatom, és tényleg azt gondolom, hogy én őszinte szeretek lenni, és ebből sem csinálok zsákba macskát. Tehát amikor én átkerültem akkor még közművelődés és rendezvényszervező irodára, hát az tényleg olyan volt, mint úgy mondanánk, mint hogy egy akciófilmben mondjuk egy katonát ledobnak a dzsungel közepére, és akkor vívd meg az adott esetben a saját harcvédet. Nyilván csomó mindent kellett az embernek tapasztalnia, de azt gondolom minden elbizakodottság nélkül, hogy most arra jutottam el oda, hogy nyilván van egy masszív váz, hát mondhatjuk tapasztalatnak, amiből az ember tud építkezni, és most már azért sok mindenben én magam is azt gondolom, vagy néha magamat is meglepem, hogy mennyire előre dolgozok, vagy dolgoztatok adott esetben. Tehát ez azért így jól el tudja nyújtani a feladatokat, és ez pedig azt eredményezi, hogy igen, ha bár egyre több a rendezvény, és az igazi pörgés az majd csak ezt követően érkezik, de ha okosan fölmérjük a kapacitásunkat, ha okosan tervezünk, akkor valójában azt gondolom, hogy tervezhetően tud alakulni a munka. És ez mindenki érdeke szerintem. Jó, hogy mondod ezt a tervezhetőséget, és hogy jó, hogy említetted a pandémiát, mert egy picit szerettem volna azért erre a korszakra is kitérni, hogy mennyire befolyásolta nyilván nagyban a munkátokat. Mert hogy ugye a tervezhetőség, hát mondjuk a rendezvények szempontjából tényleg, tehát hogy egyik pillanatról a másikra mondjuk azt mondták, hogy ez most nincs, lefújtuk, és innentől kezdve semmi nincs, azért az egy nagy érvágás lehetett. Egy picit beszéljünk erről, hogy hogy éltétek meg ezt az időszakot, mert nem lehetett könnyű. Egy polgármesteri hivatal élén tőleg. Egy munka szempontjából egy soha nem tapasztalt érdekes élmény volt. Ugye visszatérve az alapvetéshez, hogy a polgármesteri hivatal a képviselőtestület munkaszervezete, ennek keretében ugye minden hónapban van egy közgyűlés, ahol a hivatal előkészíti az előterjesztéseket és megszületnek a döntések. Na ez nem volt egy darab se abban a másfél évben. Úgyhogy a mi munkaszervezésünk az úgy változott meg, hogy ahelyett, hogy egy hónapban egyszer egy hetet közgyűlési előterjesztésekkel töltünk, mivel minden hatáskört a polgármester ruházott át a vészhelyzeti jogszabály, ezért gyakorlatilag minden áldott nap közgyűlés volt, és minden áldott nap polgármesteri döntéseket készítettünk elő, amit egyébként a havi szokásos közgyűlésre készítettünk volna elő. Hát ahelyett, hogy meglassultunk volna, és egy kicsit mi is talán home office-ba elmentünk volna dolgozni, meg főzni, mosni, takarítani. Nekünk ehhez gyakorlatilag egy olyan üzemmódba kellett kapcsolnunk, amilyenben még soha minden áldott nap közgyűlési döntéseket toltunk polgármester úr alá, amik természetesen nem tűrtek halasztást, mert minden létező papírnak ez a sajátja. Ugye van egy olyan aláíró mappám, hogy normálban van egy olyan, hogy SOS, és csak az SOS-ből van papír, tehát ezt a kollégák már kitanulták. Úgyhogy ennek megfelelően történt a munkavégzés, és emellett jött ugye a pandémiával járó feladatok, szintén ugye az önkormányzatokra telepítették az időseknek az ellátással kapcsolatos feladatokat, amivel rengeteg humoros sztorit meg tudnak osztani a kollégáink, akik terepen voltak és hordták körbe a bevásárolszatyokat és a gyógyszertári csomagokat. Tehát abszolút kizökkentünk a normál működésből, de ahelyett, hogy egy kicsit lelassultunk volna, mint hogy az ország működése lelassult, a rendezvények leálltak, és a többi. A mi működésünk egy soha nem látott fordulatszámba kapcsolt, és óriási pörgés volt. De természetesen minket sem került a járvány, és valahogyan úgy kellett ezt megoldani, hogy ha valaki kidől, akkor legyen helyette másik. Úgyhogy egy ilyen shiftelős munkarendszert alakítottunk ki, hogy a csapat egyik fele dolgozik az adott héten, és akkor a hétvégén cserélünk, hogy a következő héten pedig a másik csapat fele jön be, és az eddigiek mennek haza, pont azért, hogy ne egyszerre dőljön ki mindenki, mert akkor viszont tényleg megáll az élet. Úgyhogy annyi feladatot telepített a veszélyhelyzeti jogszabály a polgármesteri hivatalokra, hogy mi semmit nem éreztünk abból, hogy járványhelyzet van, sőt épp ellenkezőleg egy sokkal, sokkal pörgősebb üzemmódba kell kapcsolni, ami azért nem volt egyszerű. De mostanra akkor ez rendeződött, akkor ez kicsit könnyebb most? Igen, hát az újraindítás gombot megnyomták, vagy a Miki fogalmazott. A könnyebb szótán azért nem használnám, mert egy országgyűlési választásokkal egyszer lebonyolított népszavazást levezényelni, tehát amikor ezt a jogalkotó kitalálta, ahogy szoktam mondani, én is abból kérek, amit őt szívtak akkor, amikor azt gondolták, hogy egyszer lehet népszavazást lebonyolítani egy országgyűlési választással, és hogy majd a választópolgár biztos nem fogja félreérteni azt, hogy kap egy listás papírt, kap egy egyéni papírt, kap egy népszavazásos papírt. Nem tudom, hogy mire gondoltak. Tehát mire ezt előkészítettük, leoktattuk, levezényeltük, lepapíroztuk, lezártuk, tehát gyakorlatilag estünk bele a feladatokba, tehát nem nagyon volt, nem mondanám azt, hogy könnyebb volt. A tény és való, hogy most már normál üzemmód szerint működünk, és közgyűlések vannak minden hónapban, és előterjesztések ugyanúgy, ahogy eddig.
De az átmenet pont a választásoknak a szele miatt azért nem volt annyira zökkenőmentes. Közben alakult egy ilyen helyi védelmi bizottság is itt. Igen. Ugye Fehérváron is, és hát nektek is azért nagyon sok feladatotok volt. Én ott voltam azon a beszámolón, amikor ha nem akarok túlozni, de szerintem 3 órán keresztül számoltál be arról, hogy mi minden történt, ez a 21-es volt. Igen, már, ugye? 17. Hogy mi minden történt az elmúlt időszakban, amikor ti segítettétek a helyi lakosokat, és még az is fel volt sorolva tényleg, hogy hány konzervet, meg mi mindent osztottatok ki. Te hogy érted ezt meg? Én szerettem. Ugye más típusú feladat volt, mint a korábban megszokott, nem szeretem hatósági főosztály feladatellátása. Újra kellett gondolnunk a saját feladatainkat, egy szakmai szervezetrendszert kellett felhúzni a pandémiára. Ahogy említetted, működött egy operatív törzs polgármester úr vezetésével. Azt gondolom, hogy test perfektualitásában, test tökéletességében működött. Én azt gondolom, hogy a választási feladatellátás is sikeres és eredményesen lezárult, de a pandémia idején a hivatalban dolgozó szakemberek átállása egy más típusú tevékenységre, ez összehasonlíthatatlanul tökéletesen működött. Tehát létezett nálunk Miki vezetésével egyébként egy önkéntes információszolgáltatási központ, ez egy új típusú, de tovább élő feladat egyébként, a mai napig létező. Létezett, ahogy Félz úr említett, egy idősügyi szolgáltatási központunk, egy diszpécser szolgálat, gyakorlatilag a nap 24 órájában működött a kollégák közreműködése mellett. Ezen kívül létezett egy szociális szolgáltatási és ügyfélkapcsolati központunk. Ugye nyilván a személyes ügyfélkapcsolatok minimalizálására kellett törekednünk nekünk is, akár jogi oldalról, akár pedig etikai szakmai oldalról is. Ezért a telefonos ügyfélkapcsolatok, illetőleg az elektronikus levelezés útján történő ügyfélkapcsolatok száma óriási ütemben megnövekedett, tehát erre nekünk megfelelő módon reagálnunk kellett, és gyakorlatilag tényleg, ahogy említetted, csak pár gondolat, mert közel 3 órás beszámoló volt, egy 400 oldalas prezentáció, tehát többszöri 50 percet érne meg megint. 6,5 tonna élelmiszer került egyébként az Albabása Családsegítő Központunk közreműködésével terítésre az ellátottak részére. Ezen kívül 651 olyan idős volt, akit ebben az időszakban ellátunk Félz úr által említett gyógyszerekkel, élelemmel, illetőleg meleg ebéddel és vacsorával. Tehát ez egy nagy kihívás volt. És nagyon sokat tanultunk egyébként kooperációban, sokat tanultunk egymásról, sokat tanultunk a megváltozott munkafeltételekkel összefüggésben, és sok mindent át tudtunk örökíteni a mai napokra egyébként a pandémia időszakából. Na, erre majd kíváncsi leszek, erről még beszéljünk, de Miki említett téged, Zsolt, ebben a szerepben is. És hát ugye nyilván azt is meséld el azért, hogy a rendezvényeket ugye, hogy így teljesen elvágták, akkor így végül is ez a feladat megszűnt, de gondolom, hogy azért voltak ott olyan dolgok, amiket mégiscsak meg kellett csinálni, tehát hogy most gondolok például akár egy olyan rendezvényre, amit akármilyen csökkentett üzemmódba kell mégiscsak megcsinálni. Bizony szép számmal voltak ilyenek is, hát hogyha most ugye történelmi tanulmányokat akarom elővenni, hát ez a nevezetes tolvonásnak nevezhető az összes olyan rendezvény, amit ott február végén, de inkább március elején ott mondjuk ki őszintén, tehát lefújtunk azonnal. És egy érdekes történet ehhez kapcsolódóan, hogy hát van egy olyan rossz szokásom, hogyha elmegyek szabadságra, én akkor is elérhető vagyok, nézek e-maileket, el lehet érni. És pont azon a hétvégén, egy március elejé hétvégén volt egy Balatonfutó verseny, amin én elindultam, és lefutottam az adott távomat, mindkét lábamról lejött az egy-egy körmöm, tehát hogy kellően rossz hangulatban voltam, és hát így hallom és érzem, hogy össze-vissza csörög a telefonom. És hát ugye láttam, hogy a városvezetés üzen, stb., és akkor március 15-ét készítettük elő. És akkor mindig az emberben egy ilyen, mintha villám csapott volna az emberbe, hogy uram, még hát mi történt, valamit nagyon elbaltáztunk volna. És akkor kaptam először értesítést arról, hogy az operatív törzs ajánlásán, ugye a város is lemondja az összes városi megemlékezését március 15-e vonatkozásában, na ott éreztem azt, hogy itt azért valami óriási probléma van. És a rákövetkező héten
volt az, amikor összegyűltünk, Főjegyző Zsolt biztos emlékszik rá a díszteremben, egy szűkebb kör vezetői réteg, és soha nem felejtem el azt a pár perces csendet, amikor ott ültünk bent a nagy díszteremben, talán 15-20-an, és akkor hát így mindenki kvázi sóhajtott egy nagyot, hogy na hát ilyet még nem csináltunk, és akkor, na most akkor hogy kellene ennek nekiállni, mert hogy tényleg itt éreztük, hogy itt nem babra megy a játék. Úgyhogy igen, amellett, hogy az újonnan telepített feladatokat elláttuk, igen, voltak olyan események, amelyeket egy picit másképp kellett csinálni, koszorúzásokat ugye nyilván teljesen néma koszorúzásokkal tudtuk megoldani, illetve áttértünk nagyon sok esetben az online térbe, tehát például a ballagást 2020-ban és 2021-ben is csak online módon tudtuk megtartani, tehát a szervezés mellett még voltak ilyen egyéb kihívások, és akkor nyilván még mellette voltak azok a feladatok, amelyeket pedig szorosan a koronavírus járvány elleni védekezés miatt kellett megoldani. Ez jó, amit a Miki mond, mert tényleg ilyen volt, hogy ott ültünk, és hogy hát világjárványt még nem vezényeltünk, tehát hogy most egyáltalán kinek mi lesz a feladata, mit kell csinálni, hogy kell ezt kezelni. Ugye a Miki szervezési iroda rendezvényeket szervezel, na ezt nem szervezel, akkor te leszel az önkéntes koordinátor. Lakásiroda, azt mondta a jogalkotó, hogy nem lehet felmondani a lakásbérleti szerződéseket járvány alatt, hát lakásirodás lányok, ti leszek a diszpécserek. Ez nagyjából így ment, hogy akkor odaültek a telefon mellé, és attól naptól kezdve idősügyi lelki segélyszolgálattól elkezdve mindenféle dolgokat csinálják, és még sorolhatnám a szintén rendezvényiroda kollégái kaptak egy biciklit, és mentek a lakótelepekre, és hordták ki a bevásárolni valókat, és mi is minden nap az adott tapasztalatokat levonva próbáltuk meg, hogy na, ezt most elrontottuk, ez nem volt egy jó húzás, ezt most azonnal felejtsük el, itt nyúljunk be a rendszerbe, ez nagyon bejött, és napról napra ültünk le, éltünk, volt egy közös ilyen chat csoportunk, és mindenki beleírta, hogy az aznapi tapasztalatot, és abból próbáltuk meg valahogyan finom hangolni, hogy hogyan lehetne egy járványhelyzetben működni úgy, hogy a lakosság is elvárja, és nyilván mi is a víz felszínén tudjunk maradni. És amikor végre valahára ebből az egészből kijöttünk, fejlegeztünk, jön a közgyűlés, akkor kitört a háború. És akkor leültünk, hogy hát még világháborúban se voltunk, akkor most ezt valahogy kéne csinálni, nyilván van egy kis tapasztalatunk a járványhelyzetnél, egy másik viszmajor a világháború, nem tudom, mi lesz a következő, majd földrengés vagy árvíz, mert gyakorlatilag az összes létező polgári törvénykönyv által nevesített viszmajor helyzet most már sújt minket. De tényleg nagyon, nagyon furcsa, és ahogy beszéltem a 2013-as váltásról, amikor a hatóságból műszaki előkészítő lett a hivatal, ez is hasonló volt, hogy az egyik pillanatban járványügyi szakemberek lettünk, a következő pillanatban pedig háborús szakértők. Pedig nem vagyunk azok, tehát eszünk ágában sincs annak a fényében tetszelegni, de mentünk mi személyesen ki menekülteket fogadni, és próbáltuk megelosztani őket, hogy kollégiumban ide-oda-oda. És fogalmunk nem volt arról, és sajnos az egész magyar közigazgatásnak, főleg állami közigazgatásnak fogalma nem volt arra, hogy egy ilyen szituációt hogy kell kezelni. Nem volt nálunk a bölcsek köve, de többek lettünk ettől, azt gondolom, mindannyian. Ugye ez a dolog még tart most egy pár mondat erejéig, tényleg nem elvinni szeretném erre a témát, de mégis hol tartunk, hogy állnak most itt Fehérváron, ugye jó sok helyen el vannak szállásolva. Mennyire találnak helyet maguknak? Azt tudom, hogy az óvodában, talán most már iskolában is el vannak helyezve gyerkőcök. Igen, az elején volt egy nagy boom, ugye a Székesfehérváron dolgozó ukrán munkavállalók családtagjai érkeztek meg, illetve néhány félrevezetett kárpátaljai magyar, akinek azt mondták Ukrajnába, hogy lakást is 1000 eurót kap mindenki, aki Magyarországra jön, nyilván is szerettek volna tőlük szabadulni. És egy pár hete, hál' Istennek, egy helyben lekopogom a létszám. Aki már ide akart jönni Székesfehérvárra, és itt van kapcsolata, itt van családja, az már úgy tűnik, hogy itt van. És egy néhány hete néhány ember jön, de néhány ember el is megy, tehát egyelőre úgy néz ki, hogy a rendelkezésre álló, kiszolgáló személyzet és kiszolgáló egységek tudják biztosítani az ő megfelelő színvonalú ellátását. Nálunk Székesfehérváron nincsen nagy menekült boom, nagy menekült hullám. Akiknek a hozzátartozói itt voltak, idejöttek, de ők már itt vannak, és egy ideje viszonylagos nyugalom van e tekintetben. Szalba Bástyával együttműködve azért elég sok adományt sikerült részükre eljuttatni. Az Alba Bástya úgy tűnik, hogy ezekben az elmi csapás helyzetekben mindig ott van a felszínen, tehát rájuk mindig lehet számítani, úgyhogy én egyébként nagyon örülök, hogy most már az ő minőségi munkavégzésükhöz kapcsolódóan egy európai szintű elhelyezést is nyertek egyébként az önkormányzat jóvoltából. Úgyhogy minden olyan feladat, ami szociális jellegű, ami ellátási jellegű, támogatási és segítő jellegű, ott központi szerepet töltenek be a kollégák.
nagyon jó minőségben, nagyon jó felkészültségben és nagyon jó kooperációban tudnak dolgozni egyébként a hatósági területtel, az önkormányzat egyéb területeivel, illetőleg ami pozitív, és a korábbiakból eredően talán leginkább pozitív, hogy egy ilyen multiszektorális nyitottság lett a hivatal részéről, a tekintetben, hogy minden területi intézménnyel nagyon korrekt, nagyon kooperatív a kapcsolatunk, illetve a civil és karitatív szervezetekkel is a tökéletesség irányába ható kapcsolatunk van. No, hát reméljük, hogy azért ez a helyzet is hamarosan rendeződni fog, és nem kell több ilyen viszmajor helyzetre felkészülnetek. Picit beszéljünk arról akkor, hogy ki hogyan indult, honnan indultatok, hogy lettetek azok, akik ma vagytok. De akkor most induljunk a Mikitől, mert azt ugye már említettük, hogy te kollégánk voltál, de azért egy picit még menjünk vissza tanulmányaidat, merre, hogy, mert te nem fehérvári vagy. Nem. Tipikusan illik rám a mondás, hogy én egy jókora varga betűvel keveredtem le végül Székesfehérvárra. Az pedig onnan indult, hogy én ugye Veszprémben születtem, Balatonfüstfőre jártam általános iskolába, és utána következett öt, ezt mindenkinek el szoktam mondani, öt csodálatos év, öt gimnázium év a Pápai Tűr István gimnáziumban, majd pedig ezt követően a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen diplomáztam, ott végeztem az egyetemi tanulmányaimat, de ahogy említettem, tehát nekem fiatal koromban egy óriási szerelem volt, hogy én sportkommentátor szeretnék lenni, ezért azt gondolom, hogy meg is tettem mindent, az más kérdés, hogy aztán végül nem az lett belőlem, de ennek köszönhetően kerültem le végül Székesfehérvárra, és igen, ahogy említetted, először a Fehérvár Média Centrumhoz, úgyhogy itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy utólag is megköszönjem az akkori lehetőség biztosítását, hogy 2013 áprilisában én le tudtam ide jönni. No, akkor jól emlékszem, hogy 13, mert akkor költöztünk szerintem ide, bizony. És akkor voltál nálunk így újonc. Mesélj arról azért, hogy mit csináltál itt nálunk. Ugye a sportot is csináltad, de híradóztál is. Híradózni nem híradóztam, illetve anyagokat szerkesztettem. Igen, alapvetően ugye a sportos szekcióhoz kerültem először, és akkor ott belekóstolhattam ugye az anyagok forgatásába, akkor a vágóval való megszerkesztésben hangalámondást csinált először az ember. Szerencsére hamar közvetíthettem is egyébként főleg kézilabda mérkőzéseket, és akkor ezt követően 2013. szeptemberébe kerültem át, akkor még ugye egyetem mellett félállásban az online szekcióhoz, amit aztán egyébként később már a hivatali munkavégzés mellett, ami ugye 15 áprilisához kapcsolódik, ott azt csináltam akkor 2017. májusáig. Tehát alapvetően igen, tehát volt először rádiózás, közvetítés, és utána pedig az online részlegezés. És akkor azóta ott is azért egy kis ranglétrát meg tudtál ugorni, ugye így, hogy te lettél az irodavezető? Igen, gyakorlatilag ugye 2017 tavaszán történt egy szervezeti átalakítás, melynek köszönhetően kaptam akkor egy lehetőséget és egy bizalmat, és hát igen, azóta próbálom gyakorlatilag tudásom legjobbát adni. Egyébként valamennyire tudtad az itt tanultakat, itt elsajátított dolgokat a te munkád során használni? Most nem azért, mert kötelező udvariasságot szeretnék mondani, de gyakorlatilag akit ezt pontosan te tudhatod jól, hogy aki valaha dolgozott médiában, annak pontosan tudnia kell azt, hogy mindig mindenre fel kell készülnie. Tehát lehet, hogy sokszor túlbiztosítok egy-egy rendezvényt, de hát hányszor előfordult, most nem szeretnék ilyen ördögi lenni, de hogy mondjuk a súgógép elment mondjuk híradóvezetéskor, de meg kell oldani, mert a nézőt pont nem fogja érdekelni, hogy ő miért nem tudta meg, hogy nem tudom én a kacsacombot mennyiért lehet majd kapni karácsonykor a piacon. Tehát az ilyeneket a stressztűrés, szerintem az leginkább, amit az ember magával tud vinni, ez persze, mert rangsorolni kell. Tehát, hogy hányszor van olyan példa a média világában is, amikor csináltok egy híradós anyagot, és mondjuk még pont nem érkezett meg a vágó csapat a feldolgozáshoz, akkor be kell tenni valami konzervanyagot. Tehát én napi szinten találkozom ezzel a kérdéssel, úgyhogy ezeket persze. És akkor még arról nem is beszélek, hogy nyilván a kapcsolatépítés szempontjából. Tehát nagyon nem mindegy az, hogy adott esetben egy interjú alanyhoz hogyan nyúl az ember. Ugyanúgy nem mindegy, hogy ha én tárgyalok valakivel egy rendezvénnyel kapcsolatban, és nyilván nekem vannak mondjuk céljaim, hogy mit szeretnék elérni azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzatot hogyan képviseljem, fel kell tudnia magát az embernek építeni. Tehát a kettő nyilván különböző a mesterség, de valójában azok a támpontok azért mégis sok helyen azért megegyeznek. Zsolt.
nagyon-nagyon régóta dolgozol szerintem a hivatalnál, nem is tudom az idejét, de én még fiatal, hát most is az vagyok, de fiatalabb korom óta emlékszem arra, hogy te már ott voltál, és nagyon sokat találkoztunk akkor is. Igen, én is voltam fiatal. Tehát én a pályafutásom alatt azt mondom, hogy én a MÁV-óvodába kezdtem. Én 2 évet jártam a MÁV-óviba, azt szoktam erre mondani, hogy biztos azért, mert már akkor is próbáltam nagyon okosnak tűnni, nem azért, mert az öcsém 1 évvel később született, és ezért az édesem nyilván 1 évvel tovább volt ott, hogy nekem 2 évet kellett óviba járnom. Utána Németh László, vagy jelenleg már ugye Németh László általános iskolának hívják, akkor még Veninszky László általános iskola néven működött. Nekem a legnagyobb problémám az volt, hogy minden egyes intézmény túl jól éreztem magam. Ez még az általános iskolában annyira nem domborodott ki, mert ott tényleg okos, ügyes voltam, de a gimnázium éveimet azt gondolom, hogy túl boldogan éltem meg. Ami a későbbi viszonylag göröngyös úton jutottam el odáig, hogy a tanulmányaim odáig jussanak, ahol most tartanak. Tehát én nem voltam igazán jó tanulni. A Tereki Blanka gimnáziumban jártam, egy olyan osztályba, ahol körülbelül az én mentalitásomnak megfelelő osztálytársakkal találkoztam. Úgyhogy sok olyan programot szerveztünk magunknak, ami a tanulás rovására ment. Ergo, én amikor befejeztem a gimnáziumi tanulmányomat, akkor egy 2 éves iskolába jártam, mellette egyébként az akkor még létező és most már First Field-nek nevezett MÁV Erőre sportpályán futballoztam, és 2 évig egy idegenforgalmi ügyintéző szálloda szakot végeztem Fehérváron, ezt szerintem viszonylag kevesen tudják, és utána gondoltam, hogy azért képességeim lehetnek arra, hogy egy főiskolát találjátok végezni, és Jászberénybe a tanítóképző főiskolára jelentkeztem, mégpedig akkor még tanítószakra, és kaptam egy visszajelzést, hogy ugye levelező tagozatra jelentkeztem, hogy nem fog elindulni a tanítószak, ezért válasszak, vagy művelődésszervező lehetnék, vagy szociálpedagógus. És a legendás jászberényi tanítóképző. Igen. És ugye az volt a helyzet, hogy egyikre sem tudtam, hogy micsoda, de ez utóbbi jobb csengéssel bírt. Ezért szociálpedagógia szakra jelentkeztem, felvételiztem, nagyon boldogan vettek fel, és ott már én viszonylag jó tanuló voltam, és valahogy affinitást is éreztem a szakma irányába. Dolgoztam a Családsegítő Központban már 97, tehát nagyon-nagyon régen, 95. június 7-től, ha minden igaz, és ezt követően, amikor a gyerekvédelmi törvény hatályba lépett 97. november 1-től, az a polgármesteri hivatal feladat ellátását viszonylag kőkeményen érintette, ezért a Családsegítő és az önkormányzat, vagy a polgármesteri hivatal kooperációjában az egyik kolléganő hívására én átmentem 7 hónapot követően a polgármesteri hivatalba, és ott gyakorlatilag 20-21 évesen kezdtem dolgozni, vagy 20 évesen kezdtem dolgozni gyermekügyi intézőként. Tehát ez viszonylag nevetségesnek tűnt, mert ugye 18 éves korig foglalkoztunk a gyerekekkel, és én sem voltam sokkal több. Tehát ez nyilván egy kicsit a hitelességet nem igazán erősítette. Így rá kellett ébrednem arra, hogy ha már külsőre nem leszek hiteles, akkor nekem a jogi környezetet úgy be kell vágnom, hogy érezzék azt, hogy ez a fiú esetleg rendelkezik némi gyermekvédelmi vagy gyermekügyi igazgatási tudással. És gyakorlatilag így építkeztem, utána felnőtt védelmi területen dolgoztam egy kicsit szabálysértési ügyintézőként, akkor a nem szeretett egyik feladat, hogy a birtokháborítási terület, ezzel is foglalkoztam, és amikor főjegyző úr a hivatalba érkezett, 2009. május 4 talán, én az ő kérésére vállaltam el, vagy próbálkoztam meg, hogy akkor a szociális ellátás és gyermekvédelmi iroda vezetését ellássam, és onnantól kezdve pedig már vezetőként dolgozom,
szociális irodavezetőként, most hatósági főosztályvezetőként a hivatalba. Egyébként minden területnek nyilván megvan a maga szépsége, így én örülök, hogy sok olyan terület van, ami nem is gondoltam volna, hogy valaha közöm lesz, de főjegyző úr jó voltából viszonylag nagy rálátással bírok a nem szeretem terület. És tavaly óta immáron dr. Kincses Zsolt. Igen. Ezt ne felejtsük igen, el. Ezt nem hagytad abba a tanulást. Nem hagytam, én ilyen örök diák vagyok, de tehát ez egy ilyen specifikus, típus. Igen, nagyon későn érő típus, de igen, elvégeztem. Tehát én jártam a legtovább egyébként jogi karra, bár ilyen vizsgálatokat nem végezünk, 9 évig jártam jogi karra, mert az összes passzív fél évet kihasználtam ugye a munkateher okán. Viktor, én olyat olvastam rólad, hogy gyerekként annyira nem... Ez a tanulás az még annyira nem volt olyan nagy kedvenc dolog, de aztán mégis miből tudod? Lesz a cserebogár? Olvastam egy ilyet. Nem tudom, honnan kiszivárogtattak ide, ez így volt. Székesfehérváron születtem, én a Kisteleki úti bölcsödébe és óvodába pallírozottam. Nekem van egy 2,5 évvel idősebb nővérem, és ezért, amikor ő már iskolás volt és írni-olvasni tanult, és otthon a szüleim tanították, akkor természetesen én az borzasztóan nem tudtam elviselni, hogy nem velem foglalkozik mindenki, ezért odaültem szépen én is, és próbáltam rontani ott a levegőt, aminek eredményeképpen megtanultam folyékonyan írni, olvasni középsős koromra nagyjából. És ennek megfelelően végigunatkoztam az általános iskola első 4-5 évét, és csináltam azt, amit az ember olyankor csinál, amikor unatkozik, és mondjuk 7-8-9-10 éves. Úgyhogy valóban nem voltak túl hálásak. Én Zentőjüti általános iskolát szégyenítettem a dolgaimmal, úgyhogy nem volt túl szerencsés az általános iskola évem. Ebből kifolyólag így utólag már érettebb fejjel belátom, hogy én is hibáztam. Ott természetesen akkor azt gondoltam, hogy összeesküvőtte lennem a világ. De tény és való, hogy én úgy mondtam az alsó tagozatot, hogy nem nagyon tudták lekötni az energiáimat, aminek következtében ugye én voltam a balhés gyerek az Entaiba. Aztán, amikor ennek véget ért, akkor én, ugye a szüleim azt gondolták, hogy ez a balhés gyerek legyen katona, és a katonai középiskolába ide a szomszédba, a Batai Ferenc Honvéd Kollégiumba nyertem felvételt, aminek egyetlen egy óriási előnye volt, ugye mi sem állt távolabb tőlem, mint a honvédség, az, hogy a Tóparti Gimnázium általános tantervi osztályába tanulhattam, tehát az én csontgyenge zentai eredményemmel bekerültem a város egyik legerősebb gimnáziumába, 93-ba. És ott viszont már az a teher, ami ott volt, az elég volt ahhoz, hogy lekösse az energiáimat, és gyakorlatilag gyenge közepes tanulóból én már gimnázium koromban kitűnő végeztem, és két nyelvvizsgám volt már 16 évesen, tehát ott már kijött az a dolog, ami végül aztán, ami inkább jellemzi a személyiségemet. És akkor a Tópartiból én elmentem jogi egyetemre. Én jogász akartam lenni, azt gondolom, hogy ezt tudtam, hogy én erre a pályára szeretnék menni. Nyilván sokan nevetgéltek rajtam, hogy úgyse fog sikerülni, de sikerült, és akkor én azért mentem Pécsre, két oka volt. Az egyik, hogy 97-ben, amikor én oda kerültem, a pécsi jogi egyetem erősebb volt, mint a budapesti. Akkor a 11 alkotmánybíróból 9 Pécsen tanított, tehát Sólyom László, Ádám Antal, Kis László, tehát olyan veretes névsor volt ott Pécsen, hogy én mindenképpen tőlük szerettem volna tanulni. Ugye Benedek Ferenc professzor emeritus, vagy Földvári József, aki szintén professzor emeritus volt. Nekem mind megadatott, hogy náluk szigorlatozhattam, és náluk államvizsgázhattam. Sajnos most már nem élnek egyikőjük sem, de óriási szaktekintélyek voltak. Illetve én szerettem volna olyan távolságra kerülni az egyetemi éveim alatt, hogy ne tudjak hazamenni. Tehát sem Budapest, sem Veszprém, sem ilyesmi, Győr nem jött szóba. Én szerettem volna 5 igazi egyetemista koleszos évet magamnak. És ez azért volt jó 97-től 2002-ig, mert én amikor ezt megéltem, akkor tudtam, hogy életem 5 legjobb évét élem éppen, ami így is lett, tehát mind a mai napig azt gondolom, hogy az 5 legjobb évem lett. Ott is kiváló eredménnyel végeztem, és hát nekem ugye se apukám, se anyukám nem volt ügyvéd, jogász, jogtanácsos, bíró, úgyhogy magamtól kellett állást találnom. Fölcsaptam az aranyoldalakat, elküldtem 80 helyre, nagyjából 3 helyről válaszoltak. Az egyik a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal volt, és hát oda kerültem jogtanácsosnak, ami 2 évig Székesfehérváron, 2004-től 2009-ig Budapesten, ott is éltem, de 2004-ben már hatósági főosztályvezető, 2006-ban pedig jogigazgató voltam. Tehát gyakorlatilag 2 évig voltam ügyintéző, és végigvezető voltam onnantól kezdve a szakmai pályafutásom során. Innen egy nagyon-nagyon komoly dolgot hoztam magammal, az építészet és a műemlékek iránti szeretetet.
a legfőbb hobbim az utazás, és van egy kedves művészettörténész barátom, akivel járjuk a világot. 35-6 országban voltunk közösen. Ugye az a célunk, hogy minél több világörökséget lássunk. Most olyan 800-850 világörökségnél tartunk, amit együtt már meg tudtunk nézni, Libanontól, Grúzián át, különböző egzotikus helyeken, de természetesen Spanyolországban 5-ször voltunk, mire minden egyes világörökséget meg tudtunk nézni. Tehát ez az építészet iránti szeretet, ez nagyon-nagyon becsípődött, és ezt hoztam magammal. És akkor 2009-ben polgármester úr megkeresett, hogy jegyzőváltás érlelődik Székesfehérváron, és nem lenne kedvem ezt átvenni. Ugye a polgármester úrról tudni kell, hogy én 2000-ben ismertem őt meg, akkor ő végzős egyetemista volt. Talán nem már végzett az egyetemen, de a Videótonban volt jogtanácsos, ahova én mentem jogi gyakorlatra. És gyakorlatilag egymás mellé osztotta be minket, és ott tanultam ki a szakmának a gyakorlati részét, ahol Cserpakovics András polgármester úr akkor éppen vállalati jogtanácsos volt. Úgyhogy ismertük egymást akkor már 10 éve, mikor ezzel a kéréssel jött. Ezt már sokszor elmondtam valóban, hogy kétszer nemet mondtam, mert eszem ágában nem volt Budapestről hazaköltözni Székesfehérvár, úgy éreztem, hogy ott nekem kinyílt a világ, oda kötött a magánéletem, a barátaim, a mi minden, tehát oda jártam focizni, ott, a barátnőm ott éltem együtt, tehát nem nagyon volt az életszerű, hogy visszajöjjek, de addig nyüstölt, amíg beadtam a derekam, és ahogy Zsolt említette, 2009. május 4-én letettem az esküt, és Fehérvár jegyzője lettem, talán a legfiatalabb megyei jogú városi jegyző valaha, 29-30 évesen. Úgyhogy így kerültem a Székesfehérvárra, és talán Dióhéjba ez az én életutam. És az sem semmi, hogy 20-ban pedig a címzetes főjegyzői címet is megkaptad, ami szintén, ha jól tudom, te vagy ebben is a... Így van, szintén a legfiatalabb cím. Igen, ez egy nagyon nagy tisztesség. Ugye ez arról szól, hogy legalább 10 évet kell eltölteni jegyzői pozícióban, és különböző szakmai testületek ajánlásai szükségesek hozzá, megyei jogú városok jegyzői kollégiumától elkezdve a belügyminisztérium megfelelő szakmai minősítő osztályáig, úgyhogy igen, ez nagyon nagy tisztesség és nagyon nagy büszkeség, hogy ezt a lehető legrövidebb 10 év alatt sikerült elérnem. Ami a címen kívül semmivel nem jár, mielőtt a nézők azt gondolják, hogy ez egy baromi jó kifizetődő dolog, nem, de maga a cím azért szerintem ez egy komoly dolog. Most, hogy az előbb említetted, hogy milyen magatartású gyermek voltál még 7 évesen, akkor az jutott eszembe, hogy lehet, hogy akkor kellett volna egy ilyen Entroners csapatot csinálni, alapítani, és akkor oda elküldtek volna. Igen, akkor igen. Lehet, hogy lett volna, hol levezesd az energiáidat, de viccet félretéve, az Entroners hogyan jött? Az is egy nagyon, nagyon érdekes történet. Az akkori barátnőm 2015-ben egy munkahelyen dolgozott egy emberrel, aki az Entronersnél talán alelnök volt, vagy valami ilyesmi, és mint kiderült, nekem a Honvéd kollégiumban nevelőtisztem. Márkus Péter, akkor főhadnagy, ő tanított még lőni, és akkor mondtam a barátomnak, hogy vigyem már ki egy meccset, hadd találkozzak a Péterrel. Én akkor az amerikai futballt már szerettem, de nem tudtam, hogy Magyarországon művelik. A fehérvári csapat futballnyelven szólva NB3-as volt, tehát a legalacsonyabb osztályban volt, és Iszka Szent Györgyön egy Liba legelő játszott a mérkőzéseit, és oda mentünk ki, én csak azért, hogy találkozzak a főhadnagy úrral. Ez meg is történt, viszont amikor ott a helyszínen voltam, az egésznek volt valami annyira jó milliója, családias feelingje, és olyan egész futballformája volt. Tehát független attól, hogy magyar futball, független attól, hogy harmadosztály, voltak olyan drive-ok, voltak olyan játékok, ami emlékeztetett nyomokban amerikai futballra, és amikor haza jöttem és bejöttem dolgozni már Fehérvárra a hivatalba, akkor átmentem a polgármester úrhoz, hogy én láttam egy ilyet, szerintem ennek van értelme, ő is szereti, hál' Istennek, az amerikai futballt, és abban egyetértettünk, hogy ez a jövő sportága, nagyon fiatalos, nagyon fancy, feltörekvő. Ugye most ott tartunk már, hogy most Németországba jöttem az a pénteken, ott már a labdarúgás után szorosan az amerikai futball a másik legnépszerűbb sportág. Tehát nem a jégkorong, nem a kézilabda, nem a kosárlabda. Úgyhogy most a RÁN ugye a leghíresebb Sat.1-es sportműsor közvetíti már a német futballmeccseket, és Magyarország is egyértelműen ezen az íven van. És akkor volt ugye a MÁV pályának a magyar államtól való visszaszerzése, és akkor addig óktunk-mogtunk polgármester úrral, még azt gondoltuk, hogy akkor csináljuk meg Magyarország első és egyetlen pályáját, hogy legalább ne Iszka Szent Györgyön játszanak ezek a szerencsétlen fiúk, ha már egyszer az amerikai futball amatőrizmusára adták a fejüket, hiszen ők dolgoznak hétfőtől péntekig, munka után lemennek edzésre, majd a hétvégén bármilyen ellenérték nélkül tök ingyen rommá töretik magukat azért, hogy mi nézők jól szórakozzunk. Tehát Magyarország jelenleg így néz ki az amerikai futball.
így indult, és abból lett az, ami a múlt héten az Európai Szuperligába csúcsosodott ki. Nyilván egy rengeteg mindent tudnék mesélni az elmúlt 5-6 évről, amiért ide jutottunk. Ezzel nem mutatnék senkit, de tény is való, hogy egy teljes véletlen okán találkoztam a csapattal, és azóta is hűségesen kitartok mellettük. Hát szurkolunk nekik, mert tényleg ezért bámulatos, amit elértetek most itt az elmúlt időszakban. Nagyon a végéhez érkeztünk a műsorunknak, és azt beszéltük a műsorunk előtt, hogy fogalmazzatok meg, ha tudtok, olyan kedves vagy vicces vagy emlékezetes sztorit, amit ugye elmesélnétek a nézőknek így a munkátokkal kapcsolatban. Miki, te ezt most előtted az előbb, amikor nem mondtad, vagy van még? Nem. Hát, hogyha szabad ezt így röviden kapcsolatban az, amit főjegyző úr mondott, hogy a véletlen szót, a véletlen kifejezést használta, és alapvetően tényleg az ember életében szerintem ez egy nagyon fontos tényező, a véletlen, mert hogy az, hogy én a hivatalhoz kerülhettem, ez teljesen a véletlen műve volt, ha ezt röviden elmesélhetném. 2015. februárját írtunk, és a Super Bowl döntőt, tehát az amerikai futball döntőjét néztem egész éjjel. Még arra is emlékszem, hogy a New England Patriots játszott a Seattle Seahawks-szal. És hát viszonylag későn ért véget a mérkőzés, hajnali 6-kor, vagy 6:45-kor, és gondoltam, hogy előtte még egy picit alszom, mert hogy akkor még bőven egyetemista voltam, és akkor ugye nekem 9 órakor kezdődött a tantárgy felvétel. De pontosan tudtam, hogy ha lefekszem 6:45-kor, akkor föl kell kelnem ugye 8-kor, ugye most nem szeretnék ellenreklámot csinálni a Neptunnak, de pontosan tudjuk, hogy a Neptun az olyan, mint a kozsószám, hogy meghalok, hogyha hozzám érsz, tehát folyamatosan bent kell, be kell magát az embernek léptetnie, és ott kell ülni és kattintgatni, hogy ne dobja ki a rendszer. Sikerült fölvennem 9 óra 5-re az összes tantárgyat, gondoltam, megváltottam aznapra a világot, jó egyetemista módjára visszafeküdtem aludni. És rá egy órával később Stettler Zsuzsanna hív, a kommunikációs osztály fővezetője, és kérdezi tőlem, hogy most lenne lehetőség akkor a hivatalhoz jönnöm teljes állásba, lenne-e kedvem hozzá. Én bevallom őszintén töredelmesen, így utak, azt se tudom akkor, hogy mire mondtam igent, de mondtam, hogy persze, Zsuzsi, természetesen, életemet, véremet, persze, jövök, hogyne. És így utólag gondoltam abba bele, hogy tényleg akkor nem tudtam, hogy mire mondok igen, de a legjobb döntésnek bizonyult akkor arra, hogy igen mondtam, mert mondom, annyira fáradt és álmos voltam, hogy ott szerintem bármit alá tudtak volna velem iratni. Tehát, hogy milyen véletlennek köszönheti az ember sokszor a sorsát. Akkor jó, hogy ilyen jó dologra mondtál igen. Abszolút, abszolút. Zsolt, neked van valami? Hát tekintetel arra a munkával összefüggésbe gyakorlatilag tényleg egy hatósági szabálykövető területen nagyon nagy kedvességek és szépségek ilyen tekintetben nincsenek, úgyhogy azt mondottam, hogy a műsorban is mondtam, hogy a Miki fog mondani még egyet az ő területéről. De igazán nekem olyan, ami most hirtelen eszembe jutna, kedves és szép történet nincs. Biztos rengeteg olyan van ez alatt a 20 év alatt, ami akár megható volt, akár kedves volt, akár szép volt. Tehát amire én gyakorlatilag nem biztos, hogy kedves, de a leginkább és legszívesebben emlékszem vissza az, és hogy ebben a körben ülünk, akkor pláne ezt el tudom mondani, amikor ugye a lakásgazdálkodásnak a fejlesztését kezdtük el közösen főjegyző úr vezetésével, akkor ugye Fehérváron voltak olyan településrészek, amelyek esetleg a baleset és életveszély irányában mozogtak, tehát ilyen épületekkel találkoztunk, és sikeresen túl lettünk azon, hogy megoldottuk és megfelelő minőségi mederbe tereltük a lakásgazdálkodást, ami jelenleg én azt gondolom, hogy megfelelő módon működik. És itt ez egy Móri út 8, aki emlékszik rá, vagy látta már, vagy volt a közelében, vagy volt ebben az épület együttesben, azt tudja, hogy milyen állapotok uralkodtak ott abban az időben. Ugye én voltam az egyetlen a Városházán akkor, aki még igaz, hogy 20 évesen, vagy nem tudom, 20-as éveim elején, jó pár alkalommal megfordultam a Móri út 8 szám alatt, ezért
Számomra nem volt testidegen a közeg. Amikor ott dolgoznunk kellett, és elkezdtük a feladatunkat végezni, akkor én mondhatom azt, hogy nagyon szívesen mentem be az épületbe, pedig volt ott fertőző betegség még az én időszakomban, TBC fertőzés, és valahogy nyilván a fiatalos hevülettel akkor ezekre nem gondoltam, és az az időszak, illetve az az egy nap, az nekem nagyon bevésődött. Egyrészt jó ügyért tettünk, nagyon gyorsan kellett intézkedni, tehát főjegyző a közgyűlésen felállt, elmondta a minőségi helyzetét, és ezt követően gyakorlatilag aznap sikerült minden feladatot elvégezni. Felvettem egy szöszmözpulcsit, és ott hagytam a közgyűlést, és kimentünk együtt pakolni a Móri út 8-ot. Igen, ez egy legendás nap volt. Igen. Tehát erre nagyon szívesen emlékszem, hiszen ez valahogy sokat jelent, ezt mondom, Fehérvár történetében is. Fehérvár történetében is a szakmai minősége is, azt gondolom, hogy felülbecsülendő. Viktor? Nagyon nehéz kérdés, mert tényleg annyira nem vidám szakma a miénk, de hogyha valamit mondanom kell, akkor amikor én jegyző lettem, akkor azért még Varvashovszky Tihamiának hívták a polgármestert, és egy viszonylag billegő X-es közgyűlés volt. És hát Tihamér, Varvashovszky polgármester úr nem úgy tekintett rám, mint a legkedvencebb unokájára, aki megérkezett 29 évesen hivatalt vezetni hozzá. Ő nem szerette volna, hogy én jegyző legyek, úgyhogy a mi működésünkből az első két évben, másfél évben azért rengeteg vicces történet jött ki, és nyilván nem fog konkrétumokat kiadni, de ott a bombariadótól elkezdve volt annyi minden történet a közgyűléseken. Volt olyan, hogy minden áldott nap közgyűlést tartottunk az akkor még ellenzékben lévő jobboldali frakció javaslatára, csak azért, hogy a másik oldalt kínos helyzetbe hozzák, és próbáltam megmagyarázni nekik, hogy ezzel engem hoztak kínos helyzetbe, mert nekem kell minden áldott nap a közgyűlési előterjesztéseket, napirendet meghívott, stb. Előkészíteni. Tehát ott az egy nagyon-nagyon vérzivataros egy-másfél év volt. Szerencsére aztán Varvashovszky polgármester hamar rájött, hogy nem kell tőlem tartani, tehát én a munkámat szeretném végezni teljesen pártatlanul, jobb és baloldalra tekintet nélkül, amit hál' Istennek mind a két oldal mai napig tiszteletben tart, és szerintem sokra becsül. De amikor ugye ő elment az állami számvőszék elnökének, és ezt Vinicai Tibor polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármesterre kellett előadni, na az megint egy izgalmas dolog volt, amikor ott hagyta a szemüvegét, és közgyűlés kellett volna vezetnie. Gyakorlatilag 82-es társnyúromány betűtípussal nyomtattunk ki mindent, hogy legalább nagyjából el tudja mondani azt, amit a közgyűlésnek hallania kell. Tehát az egy-másfél év, és mondjuk ezt nyilván még Égi Tamást ide kell említenem, az ő személyiségével megfűszerezve, az tényleg ilyen sírós, kacagós volt. De hál' Istennek most már jutalmaztam, hogy hál' Istennek vége, és most már normálisan lehet működni, és bizalmi alapon tudunk hál' Istennek a testület minden tagjával együtt dolgozni. De ott 2009. májustól 2010. októberig, ami történt abban másfél évben, az biztos, hogy egyszer megírom az emlékirataimba, mert az egészen szórakoztató volt. Na hát azt várjuk. Reméljük, hogy be tudunk majd róla számolni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és meséltetek, és hát nagyon-nagyon sok szép emléket kívánok majd a jövőre nektek, és tegyetek sokat Székesfehérvárért és a fehérváriakért. Azon leszünk, köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, ez volt a Nálatok, mizu tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!